Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hol találhatsz magadnak angol anyanyelvi beszélgető társakat teljesen ingyen a nappalidból, akár még a mai nap folyamán. Nos, nem tudom, hogy te beszélgettél-e már külföldiekkel, vagy angol anyanyelvi beszélgető társakkal. El kell mondjam neked, hogy teljesen más érzés anyanyelvűekkel beszélgetni, mint mondjuk a tanároddal vagy a diáktársaiddal. Erre én is akkor döbbentem rá, amikor gimnazista koromban részt vettem azon az angliai nyelvtanfolyamon, amiről már nagyon sokat meséltem nektek. Egyszerűen sokkal jobban kellett koncentrálnom, sokkal jobban kellett figyelnem ahhoz, hogy megértsem anyanyelvi tanárt, és hogy tudjak reagálni az elhangzottakra, pedig nagyon jó volt az én magyarországi angol tanáromnak a kiejtése is. Most hogyan tudod ugyanezt gyakorolni, anélkül, hogy kiutaznál Angliába? Öt módszert szeretnék megmutatni neked, és te, ahogy azt már megszokhattad, ezek a módszerek mind-mind lent vannak a videó leírásában, tehát azok a weboldalak, amikről beszélni fogok, azok mind elérhetőek, ha lejjebb mész a videó leírásába. Nos, nézzük az első és legegyszerűbb módszert, ez pedig nem más, mint a Skype konzultáció, vagy Skype beszélgetés, külföldi barátokkal, vagy külföldön élő rokonokkal. Nos, elképzelhető, hogy neked vannak külföldi barátaid, esetleg külföldi kollégáid, vagy vannak olyan rokonaid, akik mondjuk külföldön élnek, tegyük fel Angliában, és bizonyos időközönként beszélgetsz ezekkel az emberekkel. Nos, lehet ezt sokkal rendezettebben és rendszerezettebben csinálni, és fel lehet ezeket az embereket kérni, meg lehet kérni őket, hogy segítsenek neked abban, hogy fejleszd az angol nyelvi beszélgető készségedet, tehát beszédkészségedet. Úgyhogy, ha vannak ilyen barátaid, rokonaid vagy kollégáid, akkor semmi más dolgod nincs, mint mondjuk hetente egyszer egy órán keresztül, tehát hetente egyszer egy órán keresztül beszélgetni ezekkel az emberekkel angol nyelven. Jó, nem kell ezt titokban csinálni, az én tapasztalataim azt mutatják, hogy általában viszonylag nyitottak erre a külföldi barátok és ismerősök, tehát nyugodtan elmondhatod nekik, hogy a segítségüket szeretnéd kérni abban nagyon tudatosan, hogy fejleszd az angol nyelvtudásodat. A második, azaz a kettes számú módszert én a gamereknek javaslom, tehát azoknak az embereknek, akik rendszeresen játszanak számítógépes játékokkal vagy videójátékokkal. Nos, ez pedig ugye nem más, mint a videójátékoknak a voice chat funkciója. Nos, a mai videójátékokat és számítógépes játékokat már eleve úgy készítik, hogy az interneten keresztül online tud játszani azt a játékot más felhasználókkal is, és van egy voice chat funkció, aminek segítségével ugye kommunikálhatsz ezekkel az emberekkel. Tehát, hogyha téged érdekelnek a videójátékok és a számítógépes játékok, és rendszeresen játszol ezekkel, akkor nagyon könnyen már is rengeteg beszélgető társat találhatsz magadnak, anélkül ugye, hogy ki kelljen mozdulnod a nappalidból, és lényegében játék közben, tehát szórakozás közben gyakorolhatod és fejlesztheted az angol nyelvtudásodat. De, nagyon vigyázz azzal, hogy itt megint a tapasztalataim szerint ezeknek az embereknek ugye az angol nyelvtudása néha bizony megkérdőjelezhető, tehát lesz, aki Angliában él, és ugye anyanyelvi, és nagyon jól beszél angolul, de lehet olyan emberekkel is könnyedén összefutni, akik nem beszélnek olyan magas szinten angol nyelven, és arra is nagyon vigyázz, hogy itt általában nagyon sok a zsargon és a káromkodás. Tehát óvatosan használd ezt a funkciót, de ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon sok szlenget is fel lehet szedni ezzel az opcióval. Eddig ugye online
beszélgettünk emberekkel, úgyhogy itt az idő, hogy kimozduljunk a lakásunkból. A harmadik lehetőség, amit szeretnék a figyelmetbe ajánlani, ezek a meetup-ok. A meetup-ok. Talán hallottál már a meetup nevű oldalról. Ugye lényegében ez egy közösségi oldal, ami a hasonló érdeklődési körrel rendelkező embereket szervezi vagy párosítja össze, akik aztán mondjuk valamilyen rendszerességgel havonta egyszer vagy havonta többször egy kávézóban összefutnak, vagy egy teázóban találkoznak, és beszélgetnek az érdeklődési körükbe tartozó témákról. Rengeteg meetupot lehet találni. Én ugye jobbára a budapestieket ismerem, de a vidéki megyeszékhelyeken és nagyvárosokban is vannak már meetupok. Ezeket a meetupokat én azt vettem észre, hogy nagyon nagy rendszerességgel és előszeretettel látogatják a Magyarországon élő külföldiek is. Az mindenképpen egy index vagy egy iránymutató lehet számodra, hogyha az a meetup angol nyelven is megvan hirdetve, tehát hogyha leírásban nem csak magyarul, hanem angol nyelven is megtalálod a meetupnak mondjuk a tematikáját, akkor nagyon nagy valószínűséggel látogatják ezeket a meetupokat külföldiek, tehát Magyarországon élő külföldiek is, úgyhogy nagyon könnyedén beilleszteted a programodba, mondjuk havonta egyszer vagy havonta többször elmész, ellátogatsz egy ilyen az érdeklődési körödbe tartozó meetupra, és tudatosan keresed a Magyarországon élő külföldiek társaságát, és beszélgetsz velük arról a témáról, ami érdekel téged. A negyedik javaslat a listám, az egyik kedvencem, és nagyon sokszor beszéltem már erről az oldalról ezen a csatornán, ez pedig nem más, mint a Conversation Exchange nevű oldal, ami teljesen tudatosan, nem kell regisztrálni, nem kell semmit installálni, de teljesen tudatosan azt a célt tűzi ki, hogy a világ különböző pontjain élő nyelvtanulókat összehozza, és segítse a nyelvi fejlődésüket. Na most egy történetet szeretnék megosztani veletek. Nem tudom, hogy vannak-e elsősorban a fiatalabb nézőknek javaslom ezt a történetet. Nagyon-nagyon-nagyon régen, még az internetkor előtt léteztek úgynevezett levelező társak, amit penpolnak hívtak angol nyelven. Ez azt jelentette, hogy találhattál vagy szerezhettél magadnak egy külföldi levelezőtársat, egy külföldi barátot. Ugye nem látta senki ezt az illetőt, de mondjuk heti rendszerességgel vagy havi rendszerességgel írhattál ennek a diáknak. Mondjuk nekem annó még az iskolám szervezett ilyen lehetőséget egy angliai iskola diákjaival, és tulajdonképpen gyakorolhattad az angol nyelvet azáltal, hogy mondjuk heti rendszerességgel írtál egy levelet a penpólodnak, tehát a levelező címborádnak, aki aztán erre a levélre válaszolt, és így lehetett kapcsolatokat építeni. Na most ugye ez a megoldás ma már nagyon-nagyon kőkorszakinak tűnik, sokkal egyszerűbb lehetőségek is vannak, ilyen például ez a Conversation Exchange nevű oldal, ami tulajdonképpen egy voice chat, ahol angol vagy bármilyen más nyelven beszélgethetsz a vonal túlsó oldalán lévő anyanyelvi beszélgetőkkel. Tehát én mindenképpen azt javaslom neked, hogy hetente legalább egyszer találj és beszélgess angol nyelven valakivel ezen az oldalon. És az ötödik számú weboldalnak az a neve, hogy Coffee Strap, ezt is természetesen megtalálod, ha lejjebb görgetsz a videó leírásában. Ez egy sokkal újabb, és azt is mondhatnám, hogy egy kicsit exkluzívabb oldal, mint a Conversation Exchange. Sokkal kevesebb felhasználója van, tulajdonképpen körülbelül 2-3 ezer ember van regisztrálva ezen az oldalon, és itt is az a lényeg, hogy minthogyha egy kávézóban lennél, és váltogatnád a beszélgető társaidat a kávézóban, tehát egy összejövetelen lennél, és az egyik embertől mennél a másikig,
és úgy találnál magadnak új beszélgető társakat. Ezt úgy érik el, hogy mindenfajta interakció és beszélgetés 7, azaz 7-es percig tarthat, és amikor a 7 percnek vége, akkor az oldal automatikusan javasol neked egy új beszélgető társat. Én azt vettem észre, hogy sokkal aktívabban kell itt figyelni a másikra, mint a Conversation Exchange oldalon, hiszen ott lényegében kötetlen az időkeret. Itt ugye nagyon sok kérdés függőben maradhat, és hogyha valamit szeretnél kideríteni, vagy valamire szeretnél választ kapni, akkor sokkal irányítottabban, vagy célirányosabban kell kérdezned, és kell beszélgetned a vonal túlsó felé lévő beszélgető társaddal, hiszen az idő folyamatosan ketyeg, és egyre kevesebb időd van, hogy megtudd a számodra érdekes információkat. Nos, azt javaslom, hogy válasz egyet ezekből a lehetőségekből, de akár többet is kipróbálhatsz, tehát skypolsz egy külföldi baráttal, aztán elmész egy meetupra, és keresel egy beszélgető társat a Conversation Exchange oldalon. Ha ezt rendszeresen csinálod, akkor egy bizonyos idő néhány hónap elteltével radikálisan fog fejlődni az anyanyelvi angol beszélgetőkészséged. Köszönöm a figyelmet! Viszlát legközelebb!